A frakcióm nevében hálámat fejezem ki azok felé, akik most is a gátakon védik az emberi életeket és az épített környezetet. Köszönet a hősiességükért és a hazájuk szolgálatáért. Magyarországon az árvíz és az elsivatagosodás jelensége kéz a kézben járó problémák. A 19. századi folyószabályozás tönkretette a térség természetes vízháztartását. A Kárpát-medence, mint földrajzi egység vízgazdálkodását nehezíti az is, hogy az első világháborút követően szétszabdalták a területet. Magyarországon átvágtatnak a folyók, nincsen lehetőségük elterülni és a talajvízbe szivárogni, ezért sivatagosodnak el azon termőföldjeink, amelyek egykor Európa éléskamrájául szolgáltak. A megoldás olyan ártéri tározók, úgynevezett vízbankok létrehozása lenne, amelyeket a szokásos és rendkívüli áradások alkalmával fel lehetne tölteni, majd szárazabb időkben annak vizét fokozatosan visszavezetni. Nem ismeretlen dolog ez, eleink évszázadokon keresztül alkalmazták, így élt együtt a tájjal és az időjárással a magyar ember. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy járuljon hozzá hazám árvízi védekezésének költségeihez, és segítse egy olyan projekt kidolgozását és megvalósítását, amely az ártéri gazdálkodás megteremtésével megoldaná a Duna és a Tisza vízgyűjtő medencéjében lévő országok vízgazdálkodását. Köszönöm szépen!